Gyulán minden évben kettő nagy küzdő sporteseményt rendeznek, az egyik az év elején lévő nemzetközi torna, míg a másik a nyári Fight Night. Ezúttal impozáns környezetben, a gyulai várban építették fel a ringet, szerencsére az időjárás is lehetővé tette a szabadtéri bunyót. A bajaiak számára a gyulai verseny minden évben a nyár egyik kiemelt eseményének számít, ennek megfelelően is készültek a hétvégére. 7 versenyzővel utaztunk Gyulára, ami egy óriási szám, hiszen szülők is kísértek bennünket, 3 autóval mentünk, abban az egyik 7 személyes volt, tehát egy szép kis bajai csapat ment. Én úgy gondolom, hogy mind tavasszal, mind ebben a nyári időszakban is kitűnő rendezésű versenyekről van szó, és hát az ügy pikantériája, a verseny pikantériája az pedig a gyulai vár előtt közvetlen felállított ring. És hát egy óriási plac van ott, és rengeteg ember volt rá kíváncsi. Mezőfi András végül tehát 7 tanítványát nevezte a Fight Night-ra, akik közül Tukacs Fanninak jutott az egyik legpikánsabb összecsapás. Fanni azzal a Békés Csabai, Priskin Nikolettel találkozott, akivel egy évvel ezelőtt már vívott egy szoros mérkőzést. Most ismét egyenlő erők küzdelme alakult ki a ringben, majd az extra menetben a bajai lány volt az erősebb, és megnyerte a találkozót. Egy nagyon jó felkészülési időszakon vagyunk túl, nagyon jó kondiba volt, nyilván a meleg az rátett azért a bélyegét erre a mérkőzésre, de azért ez mutatja, hogy a tavalyi mérkőzésen 2-1-re győztünk, most pedig egy extra menettel tudtuk elhozni. Én azt gondolom, hogy mindkét lány megtett mindent azért, ezért a győzelemért, de Tukacs Fanni az extra menetbe felülkerekedett. A gyulai gálát követően ezen a héten az edzések folytatódnak a bajai klubnál, valamint a jövő héten a megszokott nyári edzőtábort rendezi meg Mezőfi András. Ezúttal azonban nem lesznek vidéki egyesületek, a bajaiak saját berkeiken belül izzadnak majd a Petőfi-szigeten, valamint az edzőteremben.